Szerintem az egészséges életmód beépítése a mindennapokba, főleg a rohanó hétköznapokba baromi nehéz. Tehát, hogy minden tiszteletem azok előtt, akik ezt ilyen nagyon tudatosan, nagyon okosan tudják csinálni. Én erőteljesen próbálkozok. Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornán, majd jó kis vlogos részre gondoltam, hogy egy olyat csinálok nektek, és igazából amit tudnatok kell, hogy tegnap volt a glamour napoknak a beauty napja, ott már beszereztem mindenféle beauty újdonságot, szóval ezzel kapcsolatosan biztos, hogy lesz majd videó, azt meg tudjátok nézni, mert szerintem az hamarabb ki fog menni, szóval ide teszem, és akkor itt kukkoljátok majd meg, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan váltak be ezek a termékek, tetszettek, nem tetszettek, stb. Viszont ma már a sima kuponok is beválthatóak, szóval arra gondoltam, hogy a Herbiotikum kuponját ezt mindenképpen beváltom. Most 20% kedvezmény van, hogyha két terméket vásárolok, és igazából szeretném egy picit feltankolni a vitaminkészletünket, mert ugye anyuék, megmondom őszintén, hogy annyira erre nem szoktak figyelni. Én meg mostanság kezdtem el erre figyelni, és kinéztem magamnak egy olyan vitamin csomagot, ami egy doboz, és 30 tasaknyi vitamin adagot tartalmaz, tehát minden napra jut egy ilyen kis tasak, és az tartalmazza azokat a vitaminokat, amelyekre szüksége van a szervezetnek egy adott napon. Ez pont, hogy is mondjam, tökéletes számomra, mert tényleg így azt az egy tasakot kibontom reggel, beveszem, és igazából ágyő, le van tudva a napi vitamin adagom, tehát nem kell külön összeválogatnom. Most is szedek egyébként vitaminokat, főként omega-3-at, meg kalcium-magnézium-cinket szoktam szedni, és igazából így ennyi. Tehát elindultam az ilyen tudatosabb, egészségesebb életmód felé, de még nem mondhatnám, hogy én vagyok a példakép ebbe, sőt, nagyon nem, de hozzátartozik az, hogy szerintem az egészséges életmód beépítése a mindennapokba, főleg a rohanó hétköznapokba baromi nehéz. Tehát, hogy minden tiszteletem azok előtt, akik ezt ilyen nagyon tudatosan, nagyon okosan tudják csinálni. Én erőteljesen próbálkozok, és tényleg most így ez a vitaminos dolog, ez már úgy azt látom, hogy ez így kezd összejönni, tök jó, hogy be tudtam építeni a mindennapokba, és ez még egy olyan termék lesz, amivel sokkal könnyebben be tudom építeni majd a hétköznapokba a vitaminszedést. Illetve elkezdtem gerinctornára járni, és ott egy héten egyszer járok gerinctornára, ha követtek Instán, akkor tudjátok, hogy nem vagyok ez a nagy konditerembe járós csajszi, és igazából mindenféleképpen valami olyan mozgást szerettem volna választani, ami jót tesz a testtartásomnak, és ez pedig nem más, mint a gerinctorna. Ha ti is kerestek valami olyan mozgáskultúrát, ami így átmozgatja az egész testeteket, az izmokat, akkor mindenféleképpen választátok, vagy ajánlom nektek a gerinctornát, mert baromi jó, én nagyon szeretem, és amennyire úgy hangzik, hogy hú de könnyű, annyira nehéz, de minden perce megéri, hogyha tényleg arról van szó, hogy ezzel tudok tenni egy picit a saját szervezetemért, meg a saját testemért. Na jó, de rendeljük meg a kis csomagot, hát már elég viseletes a glamour napi kis újságom, szegényke már így a tegnapi napon, a beauty napon egy kicsit kikészült, de ennyi baj legyen, na rendeljünk. És meg is jött a kis csomagocskám, szóval bontsuk ki közösen. Na, aha, ez lesz az, amit magamnak rendeltem. Na, tehát ez ezért tetszett nagyon, mert minden nap, látjátok, így előre vannak csomagolva ilyen kis vitaminok,
És mindjárt mondom nektek, hogy pontosan milyen vitaminok vannak benne. Azt mondja, hogy van itt multivitamin, C-vitamin, kalcium, cink, magnézium, Q10 és halolaj kapszula, omega 3. Na, szóval igazából azok a vitaminok benne vannak egy-egy csomagba, amelyek egy napra szükségesek, és hát ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen kiszerelésben van. És rendeltem anyuknak is vitamint, az egyik egy ilyen C-vitamin, amiben csipkebogyó kivonat van, és ez azért tök jó, hogy van benne csipkebogyó kivonat, mert az elősegíti, hogy a vitamin, tehát a C-vitamin az hamarabb szívódjon fel, és igazából ennyi C-vitaminra mindig szükség van. Illetve még rendeltem nekik egy ilyen magnézium B6 omega 3-at, és ezt is tudják szedegetni. Na és most, hogy megvannak a vitaminok, mit szólnátok hozzá, hogyha elmennénk gerinc tornára, és megmutatnám nektek az 5 kedvenc gyakorlatomat. Én már lebeszéltem a Fitpontba, hogy hadd videózhassak, szóval, hogyha gondoljátok és kíváncsiak vagytok rá, akkor még tartsatok velem egy picit. Mivel szerintem sokan végzünk ülő munkát, illetve erőltetjük a gerincünket, ezért arra gondoltam, hogy ma olyan gyakorlatokat mutatok nektek, amelyel javíthatjátok a testtartásokat, illetve erősíthetitek a törzsizmatokat. Az első gyakorlat a személyes kedvenceim közé tartozik, itt a kiinduló helyzet haránterpeszt googolással, és törzsfordítást fogunk csinálni, méghozzá kislabda segítségével, amire figyelni kell, hogy a fejtetével felfelé nyújtózzunk, a köldökünket behúzzuk és a vállunkat lenyomjuk. A második feladathoz egy úgynevezett jumper lesz a segítségünkre, itt a kiinduló helyzet az egy hasonfekvés, tegyük tarkóra a kezünket, és emeljük meg a mellkasunkat, majd oldalra fordítsuk ki azt. Itt próbáljunk arra figyelni, hogy a gerinc meghosszabbítása a fej, tehát ne döntsük le, vagy ne emeljük fel nagyon, hanem próbáljuk a gerinc vonalával egyenesen tartani. A következő feladatnál lapocka zárást fogunk végezni, és itt egy bot lesz a segítségünkre, ezt fogjuk meg a két szélén, majd, hogyha nehezíteni akarunk a feladaton, akkor üljünk egy kislabdára. Ez ugye egy picit kibillent az egyensúlyba, tehát még arra is kell figyelnünk, hogy egyensúlyba maradjunk, és még helyesen is zárjuk a lapockát, szóval ez egy picit nehezebb feladat. A következő feladat egy igazán durva gyakorlatot foglal magába, legalábbis számomra. Itt hasizom erősítést fogunk végezni, és ehhez egy nagy labda lesz a segítségünkre. Ennél a gyakorlatnál amire figyelnünk kell, hogy mindig maradjon oldalt a könyökünk. Végül, de nem utolsó sorban egy hanyatfekvéses feladatot fogunk végezni. Itt medence billentés lesz a cél, és igazából csigolyáról csigolyára fogunk majd menni. Amikor megemelkedik a törzs, akkor vele párhuzamban emelkedik a kéz is, amelyet a fej fölé fogunk emelni, és még ott egy picit megnyújtóztatjuk. Ezt követően pedig visszahozzuk, és csigolyáról csigolyára fogunk visszaérkezni a talajra. Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó, és egy kis motivációt is nyertetek azzal kapcsolatban, hogy belekezdjetek a mozgásba, vagy hogyha esetleg már mozogtok, de kipróbálnátok új mozgáskultúrát, akkor tényleg ajánlom figyelmetekbe a gerinc tornát, illetve a tudatosabb életmódot. Én is próbálkozok, én is rajta vagyok, szóval remélem, hogy ez nektek is erőt ad. Sok puszi nektek, sziasztok, találkozunk a következő videóban.